Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit mutat meg neked ez az üzenet. Elhoztam nektek a magyar kártyákat, nézzük meg a szerelemben, a lélektár szerelemben. Mit kell, hogy tudjatok, mi a fontos most, mit kell, hogy tudjatok. Hát azt kell tényleg, hogy tudjátok, hogy lehet, hogy vannak még ilyen félelmek, vesztesség, érzések és Azt kell sikeresen felváltanatok, és azt kell felváltanatok, hogy valójában itt legyen tényleg ez a vonzó energia, itt legyen, és tényleg ezen felemelkedjetek, és hogy akkor magatokhoz nagyon közel fogtok lenni, nagyon jól fogjátok érezni magatokat, és akkor merészebbek lesztek, kitartóbbak lesztek. Ez a lélektársra is vonatkozik. Szóval ő is mer majd lépni, irányodban nézd, a mer lépni irányodban is erősebb fog lenni, mert a szeretet az a legnagyobb rezgés, és azt látom tényleg, hogy spirituálisan fel fog emelkedni, valamint úgy látom a felemelkedés itt van, valamint azt látom még szintén, hogy azt látom még szintén, hogy beszélni is fog erről, dolgozni is fog ezen, az önszeretetén is dolgozni fog ezekben a napokban, és tényleg, hogy az életét egy egész másik irányba fogja rakni, és úgy látom tényleg, hogy nem csak, hogy egész más irányba fogja rakni, hanem úgy látom még valójában, teljesen, hogy hát igen, hogy kinyissa a szívét az intuíciójára, hallgat, és azért is lehet visszahúzódik. A visszahúzódás nem mindig negatív. Amikor befelé nézünk, magunkra fordítsuk az időt, ez az időszak is arra van, hogy befelé nézzünk, hogy magunkra fordítsuk az időt, hogy, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel, hogy felismerjük a dolgokat, és ne tereljük el a figyelmünket. Attól ami fontos, hogy felismerjünk dolgokat, és azt csak akkor tudjuk elérni, hogyha nem túl hangos a külső hangok, hogyha nem túl sokat ünnepelünk, nem túl sokat tereljük el a figyelmünket, hanem magunkra is figyelünk, hogy miért is érezzük azt, amit érezünk. És ez arról van tényleg a szó a lélektársnak is, ha visszahúzódik, ezt ne ítéljétek el. Csak jó, csak jó lehet ebből, mert amikor maga van, nem befolyásolja senki, hanem a saját témájával szembesül az érzésekkel, és ez nagyon fontos a fejlődésbe, ő saját magának is, és nézd, de itt van, teljesen lent van, most persze ez az időszak, a külső események is játszanak persze egy szerepet, hogy ne, ne, mondjam, hogy miatt van több külső esemény, meg persze mi játszik még egy szerepet, nem csak a külső események szerintem, hanem a, az idő is most decemberben, igen, hogy ilyenkor minden olyan csendbe van, vagy minden olyan visszahúzódott, persze akkor a Karácsony az is a szeretet ünnepe, és hogyha nem vagytok együtt, az persze hogy játszik szerepet az életében. Te ide nézel tényleg a sikerbe, itt a vonzó energia az megmaradt közöttetek, a tudat alatt, itt van tudod, hogy bátor kell, hogy legyél. Te is úgy látom, hogy visszavonultál, visszahúzott és kötődj a magasabb énethez. Használ tényleg ezt az időt magadra, és akkor úgy látom, az intuíciód nagyon fejlődik, és akkor nagyon dolgozol magadon. A szív herceget, igen, ő a lélektárs kapcsolatban néz bele, és ezt szeretné elérni, azt, hogy stabil legyen, és szeretné tényleg azt is elérni, hogy egy váratlan örömet tudjon irányodba megtenni, hogy tudjon legalábbis egy lépést irányodba tenni, amíg nem is ígér semmit. És arról van szó, hogy ez szerencse lenne, hogy hogy az önbizalmát visszakapná ezzel kapcsolatban, ha irányodba jön. A tudatalattiba úgy látom, hogy ezen nagyon nagyot fog növekedni. Nálad mit látok? Azt látom, nálad azt látom tényleg, hogy. Hát nálad tényleg azt látom, hogy. Azt látom, hogy. Hát az önszereteteddel vannak még dolgok, gondok, szóval az önszeretetet kell, hogy megenged magadnak, hogy növeljed. Valamint azt látom tényleg, hogy, hogy valamit kell válasz, változtas az életedben, hogy valamit újra átszervez, vagy tudatosodjon valami benned hogy spiritualitással kívülről is tudod ezt az egész folyamatot segíteni, hogyha emeled a szeretet rezgését, hogyha ha kinyitod a szívedet, hogyha tényleg nincs elvárásod, csak szereted, elengeded ezt az ellenőrző érzés, is mindent akarok tudni, mindent akarok ellenőrizni, irányítani, engedd el, és hagyja tényleg csak, hogy a szeretet folyjon, és akkor nem érgelődj azért a felelősség vállalásért, hogy ki vállal feleletet, és ki nem, vagy hogy, így, hogy, alakul, vagy hogy nem. Az a lényeg itten, tényleg az a lényeg, hogy... Öm, hát úgy látom, hogy jól érezzed magad, és őnek is az a lényeg, hogy ő is jól érezze magát, és akkor ne legyetek ilyen szomorúak, hanem fogadjátok el, hogy ez egy karmikus feladat, amit fel kell, hogy oldjatok kívülről is, mert ez kívülről a befolyások, amik úgy hozzátok jönnek, befolyásolják, és ez tényleg lehúz benneteket, itt ez a betegesség, azt látom szintén, valamint mit látok még itten, hát azt látom, tényleg itt az új kezdet, de még elég határozatlanok vagytok. Szóval, hogy ez csak minél magasabb a rezgésetek, annál jobban el tudjátok ezt az egészet dönteni. És úgy látom, hogy igen, ti ezen dolgoztok, és tudtok majd erről kommunikálni. És hát remélem, itt megtaláltad magad ebben a kirakásban, mint ahogy látom, lesz egy váratlan meglepetés, na egy kicsit hangolódj rá, az jött be, valamint itt a szere szeretetre és az meggyógyítsa a fájdalmadat, és akkor lesz az új kezdet a szívhercegnél, valamint a visszahúzódás, ő neki veszteségérzés van még, aminek gyógyulnia kell, és úgy látom tényleg, hogy külvilág is játszik ebben egy szerepet, valamint ő ezen dolgozik és beszélni fog veled. Remélem megtaláltad ebben a kirakásban magad, ha így volt, örülök egy like-nak, egy kommentnak, és hogyha legközelebb szintén velem tartotok, köszönöm nektek, sziasztok, sziasztok!